Mindenkinek, Nadine vagyok, és üdvözöllek a csatornámon. Nagyon régen volt videó, és az a baj, hogy kb. Minden új videómat mostanában így kezdem, hogy bocsi, de nagyon régen volt videó, de ez az igazság, nagyon régen volt videó. Szerintem még nyáron jobb posztolhattam talán utoljára, vagy nem tudom, és már nagyon érdeklődtetek, hogy mi a helyzet velem. Hát, sok dolgom volt. Ha esetleg többet szeretnél tudni rólam, akkor kövess be is. Na mindegy, szóval, mint már a címből is láthattátok, ez egy Shein haul. Egy hatalmas Shein csomagom van, akkor ahogy bele se fér a képbe. Most látjátok? Most én nem látom. Képzeljétek el, hogy múlt hét szombaton rendeltem meg, és szerdán már itt volt. What? Nagyon-nagyon-nagyon gyorsan megérkezett, aminek nagyon örülök, úgyhogy nézzük meg, hogy mi van benne! Nézzük ki! Ú, de jó lehet van. Ilyen kínai cuccuki. Láttuk belőle bármit is? Ez egy nagyon cuki alvós szett. Így néz ki a teteje. Ez itt egy maci rajta. És ilyen neki az alja. Annyira aranyos, és ilyen kis mosti is van még rajta. Ezt DXS-esben rendeltem, majd mindennek a linkjét leteszem a leírásba. Ez nem tudom mi. Daisy. Mi? Igen! Ez egy olyan felső, mutatom, ez egy ilyen felső, és ez így most nem néz ki annyira jól, de amúgy beteszem ide, hogy hogy nézett ki a sínes kép, és ezt azért rendeltem meg, mert volt még egy másik felső, majd mindjárt azt is látni fogjátok értelemszerűen, és nem tudtam eldönteni, hogy melyiket rendeljem meg, mert mind a kettő nagyon tetszett, kicsit még hasonlóan is néznek ki, és úgy voltam vele, hogy na jó, szülinapom van, mind a kettőt meg fogom rendelni, úgyhogy ez az egyik, ez XXS-es, baromi jó neki az anyaga, nagyon-nagyon-nagyon tetszik, nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fog állni, annyira jó, és ami még nagyon tetszik, és nagyon plusz pont, hogy ilyen tök hosszú az ujja, és majd így kicsit így rá fog érni a kezemre a kép alapján. Alig várom, hogy felpróbáljam. Nézzük meg ezt a dobozt. Annyit elmondok, hogy üveg van bennem, és így néz ki a doboz. Szóval remélem, hogy nem tört össze. Nem tört össze! Ez, képzeljétek el, hogy egy üveg pohár. Annyira, de annyira szép poharak vannak Shein-en, és soha nem mertem rendelni. Egy azért, mert amúgy tök drágák, illetve nyilván fél az ember egy üveg dolgot, vagy bármi törékenyet rendelni a netről. De most úgy voltam vele, hogy megpróbálom. Annyira szép, nem tudom, hogy mennyit fogtok látni belőle. Annyira jól néz ki. Kettőt rendeltem, úgyhogy már lesz ebből valahol még egy. Ez egy olyan termék, amit már nagyon-nagyon, de nagyon régóta meg szerettem volna rendelni. Szerintem még tavaly ősszel, tehát kb. Egy éve nézegettem ezt a szoknyát. És úgy igazából soha nem rendeltem meg, és nem tudom, hogy miért. De most végre megrendeltem, és nagyon jól néz ki. Ez egy ilyen hosszabb szoknya. Bevágom ide a sínes képet, hogy mi a koncepció. Itt oldalt van benne egy bevágás, és nekem van egy nagyon jó bakancsom, és úgy voltam vele, hogy ez ősszel nagyon-nagyon-nagyon jól fog kinézni. Remélem amúgy a dereka jó lesz. Ez is Daisy. Ez a másik felső, ami között nem tudtam dönteni. Mutattam az előbb a kéket, és... hát bár én most ez nem néz ki annyira full, de ide beteszem a sínes képet, hogy mi alapján döntöttem, hogy ez amúgy tök jól nézhet ki, és nagyon-nagyon-nagyon tetszene. Szerintem ez ebben a formában, hogy ugye nincs itt végig begombolva, szerintem ez nagyon jól fog kinézni, és ennek is ilyen tök jó hosszú az ujja, és amúgy az anyaga az nagyon tetszik. Ez egy táska. És igazából ezt azért vettem meg, ezt a táskát, mert láttam Shein-en egy képet, hogy a csajszín volt egy fehér garbó egy ilyen piros táskával, és úgy gondoltam, hogy wow, ez nagyon jól néz ki, és hogy jön az ősz, meg minden, a piros nekem nagyon kedves a szívemhez így ősszel. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy jó, akkor rendeltem amúgy is, hogy fehér hosszú, jut meg minden, úgyhogy ezt meg kell vennem. Semmi extra amúgy, nincs benne még egy fog sem, úgyhogy... ez csak így egy táska. És ennyi. Shein-en rengeteg ilyen tároló cucc van, és ez nekem annyira megtetszett. Ilyen kis aranyos, és ahhoz képest nagyon olcsó volt. Ó, igen, ezt nagyon-nagyon-nagyon vártam. Szerintem csak mindannyian tudjuk, hogy Shein-en nagyon-nagyon szép és jó fehér neműk vannak. És már én is rendeltem egyszer-kétszer ilyen egy-egy darab bugyit vagy ilyesmit, és most úgy voltam vele, hogy na jó, de rendelek egy szettet,
Most így nem emlékszem, hogy pontosan mennyibe került, de eljöttök, kiveszik egyet. Ennek nem olyan a minősége, mint amire én számítottam. Nem már. Azt hittem, sokkal vastagabb lesz az anyaga. Ilyen kis nagyon vékony anyaga van, és hát majd nézzétek meg a képet, hogy lehet majd ide beszúrom. Hát úgy nézett ki, mintha nem tudom, ilyen vastag anyaga lenne, és én direkt olyat kerestem, ami kicsit ilyen vastagabb, ilyen jobb, na mindegy. Ez eddig nem olyan nagy szám, azt hittem sokkal jobb lesz az anyaga. Lehet, hogy amúgy tök kényelmes, ezt majd meglátjuk. Még egy táska. Nem tudtam megállni, egyszerűen képzeljétek el, hogy van nekem egy táskám. Csak hogy tudjátok, hogy miért rendeltem még egyet. Van egy táskám, amit ősszel vettem a Sinseiben, és hát jártam vele suliba, vittem vele laptopot, kamerákat, stb. Tehát azért úgy mindig nagyon jól meg volt pakolva, és kb. Eddig bírta, úgy nyár elején megadta magát, és gondoltam, már nagyon kéne venni egy új táskát, de sose találtam sem értelmeset, úgyhogy inkább rendeltem Shinről. Úgyhogy ez egy ilyen sima, egyszerű kis táska, nincs benne semmilyen tároló, de hát ezt szerintem ezt tudtam. És ilyen fula lánc. Hát jó, oké, és akkor ez amúgy tök szimpi tetszik. Nyugodjatok meg, ne stresszeljetek, még mindig nagyon sok cucc van. Ez mi? Ja, igen! Igen. Szóval ez így néz ki, és igazából ennyi. Itt kell rádugni a parfümre, és akkor ahogy így nyomod, ugye így belemegy a parfüm, és akkor utána tudod így használni. Nem volt lehetőségem kiválasztani, hogy milyen színt szeretnék, hanem oda volt írva, hogy random ők küldenek egyet, de ez az ezüst, ez nagyon tetszik, szerintem én is amúgy ezt választottam volna, és működik. Az azért elég jó dolog. Mi van mi? Ez mi? Ó, szerintem tudom. Ez, ha jól gondolom, akkor ez üvegfólia lesz. 5 darab üvegfólia, hozzá az 5 kis tisztítóka. Ó! Rendeltem egy ilyen kutyakaja kiszedőt, de azt hittem, hogy ez így kb. Ekkora lesz. Nem néztem meg, hogy ez mekkora rendelet, csak betettem, hogy ez jó, ez elég lesz, de nem biztos, hogy ez elég lesz. De mindegy, amúgy tök jó pufa, ez egy ilyen kutyakaja adagoló. Ennyi. Még egy pohár. Nézzük meg, hogy ez összetörte. Nem. Hál' Istennek. Na, nincs olyan sok dolog, de azért még van. Még egy táska. Hopsz, ez úgy véletlenül beleesett a kosaramban. És én nem is tudtam, hogy ezt megrendeltem. Úristen, de jól néz ki, nézzétek meg! Mennyire cuki már! Kicsit össze van nyomva, ez képen jobban nézett ki. Van hozzá egy ilyen hosszú pánt, ezt itt az oldalára tudjátok feltenni, és akkor egy ilyen hosszú pántos kis táska is tud lenni, de szerintem rohadt aranyos, ez annyira cuki. Nagyon tetszik. Most már csak egy dolog van, ami nem is az enyém, hanem húgomnak rendeltem egy telefonokat. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem tetszett nektek ez a videó. Mindenképp írjátok le, hogy nektek mi az, amit tetszik, volt már, amit esetleg ezek közül megvásároltatok, mi a véleményetek róla. A következő videóban találkozunk, sziasztok!